Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és a 12. szó szentum ellen fogunk megküzdeni. Na és ugye, az történt, hogy a Leeds United-től kikaptunk, utána meg sikerült legyőzni a Brentfordot. Ezek ugye, akik előttünk is mögöttünk vannak. Ráadásul a Brentford ellen Rashica 4 gólt is lőtt, úgyhogy igen, pont itt írják is. Úgyhogy most ő a legeredményesebb támadónk, pedig előtte csak 2 gólja volt. Na és most jön a Southampton, akik ugyan 12-ek, de hogyha előre tekintünk, akkor egy jó darabig talán ez lesz a legkönnyebb meccsünk. Miután meg jön ez a brutális december, sőt igazából majd a Wolverhamptonnál beindulnak a dolgok. Ugye a Wolverhamptonnak is erős a kerete, utána 3 nap pihenő, Newcastle, aki ugye szintén erős keretű, így hogy már ott milyen tulajok vannak is, durván vásárolnak, utána 2 nap pihenő, Tottenham, aki erős, utána 1 hét pihenő van, igaz, de a United a következő ellenfél, utána 2 nap pihenő, Aston Villa, nekik is erős a keretük, 2 nap pihenő, megint csak egy erős West Ham, utána 3 nap pihenő, és egy Liga Kupa negyed döntő, utána 3 nap pihenő Arsenal, 2 nap pihenő Crystal Palace, utána 2-3 nap pihenő, bocsánat, is Leicester, utána igaz 2 hét, itt valószínűleg lesz valami válogatott szünet is szerintem, és Everton. Úgyhogy ja, talán most egy jó darabig ez lesz a legkönnyebb ellenfelünk. Jármalánkunk pedig fáradt egyébként. Úgy néz ki a dolog. És akkor ugye továbbra is ott tartunk, hogy Kabakot, Williamset és Gilmourt játszatni kéne valahogy. Szóval is pedig jön be, mert jár Malenko fáradt, és akkor nem is tudom, hogy legyen. És nem kéne őket visszahívni kölcsönből. Hát nem tudom, hogy legyen. Hát ezt egyenlőre még így kéne hagyni, nem tudom. Hűha. Na itt nagyon nyerni kéne, ezt egyenlőre így hagyom is. Remélem, hogy Kabakot, Williamset és Gilmourt fogom tudni becserélni, és nem lesz szükség másokra. Na nézzük. Southamptonhoz viszont beállítunk egy másik meszt. Azt a harmadikat. Jó, és akkor szerintem kezdhetjük is. Na, 4-4-2-be fognak felállni McCarthy a kapuban. Perraud, Salisu, Bednarak és Walker Peters. Eli Yunusi, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, Smallbone, Ward-Prowse, Iwobi. Hoppá, leigazolták az Evertonból. Castellanos és Armstrong. Kezdjük bizonyám. Hú, na gyerünk, srácok. Tegyük oda magunkat. Hülye középkezdések, de utálom őket. Jó. És nem is fújták le. Ajaj. Baj lehet ebből bizonyám. Folyton kapunk gólt. Ráadásul a meccsek elején. És ezt meg kéne próbálni elkerülni. Ward-Prowse, Iwobi. És visszafújják sajnos. Ward-Prowse ismét. Úristen, micsoda ugrások voltak ott.
Ez most jó lesz, srácok. Rashica ismét bizonyíthat. Ott is van. Rashica! Itt a hetedik gólja. És így már kettővel van Pukki előtt. Fú, jó. Alakulunk. Armstrong. Na-na. Perrault. Nem baj, legalább megállítottuk a támadást. Hát nem igaz. Úristen. Kröll a király. Uff. Volt baj. Volt baj. Well, a goal update for you in the Newcastle game. Let's hear all about it from Alex. It's a goal for Brentford. They're the first on the score sheet. Nagyon jó. Nagyon jó. Alex, thank you very much. Menj ki szögletre, ez már nem fog kimenni szögletre. Szomorú. Ez előbb valami gól hír volt? Nem figyeltem. Ne. Komolyan egy védőm se tudta blokkolni. Nézd már, Cristiano Ronaldo. Ajaj, ebből baj lesz. Well, just look at his strength here. He holds off the challenge, he keeps his balance and he finds the back of the net. It's a wonderful goal. Ajjaj, kezdődött minden előről. Jó, ez így. Na nézzük. Elionosi, Perrault. Megőrülök, komolyan mondom, megőrülök. Azaz! Ez jó lehet. Pukikán fuss el. És a kezére pattan, nagyon jó, végre mi rugunk büntetőt. Pukki-mukki. Gyomoda kéne. Jaj. Úristen, de elrontottam. De összességében végig is odalőttem, ahova akartam, és sajnos nem jött be. Hát mi nem olyanok vagyunk, mint a Leeds. Mi nem lőjük be a büntetőket, sajnos. Ez a probléma. Hát ez szomorú. Pedig jöhetett volna Pukkinak gól. Ajaj. Nagyon szép, szabályos, minden jó volt. Ajaj, nem jó ez így. Úgy nem vagyunk jobbak. Azt érzékelem. Létezik ilyen kapus, srácok. Ilyennyire jobb. Létezhet-e vajon ilyen jó kapus? Szól is.
De jó, hogy blokkoljátok. Ez nagyon hiányzott az életünkből. Az az Iwobi. Adj csak oda nekünk a labdát, és ez el van érve. Ez meg el van adva. Úristen, hát. Nem igaz. Kicsi hiányzott. Castellanos. Az Iwobi teambe. Ezt azt hittem elrontom, de nem. Hál' Istennek. Pedig ott le tudok fordulni. Ez nagy zicser. Eliunosi. Hüha. Fújjuk le most már, fújjuk le. És nézz, oda pattan hozzá. Jaj, büntető nem kell azért. Atya-gatya. Rúgjuk el, úgyis lefújja. Nem könnyű az életünk, az biztos. Brentford vezet, hoppácska, hoppácska. Crystal Palace is sajnos. Úgy, de rosszak vagyunk. De hát ez érződött sajnos. Rupp viszont kapott egy sárgát itt a végén a becsúszásért, csak már nem mutatták, mert fél idő lett. Small ball. Ez most így probléma lehet. Jobb helyzetbe is hozhatta volna magát Armstrong. Így viszont nem tudta Krölnek belőni. Ward-Prowse. Úristen. Ez szép volt pedig. Mekkora állat volt. Jól van. Guy News. Azaz. Nincs baj. Hoppácska. Hát nem igaz. Pattanhatott volna kipattanó valamelyik játékosom közelébe. Amit a kapus védett. Nem igaz most már. Nem, el onnan! Jézus Mária. Úristen. Hú, Ward-Prowse. Jajjajjaj. Igen. Ez még jó lehet. Várom az érkezőket. Futok még, hogy jöjjenek. Ajjaj. Nem igaz.
It's Southampton taking on Liverpool. Perrod, azaz, és nézd, hozzájuk pattan. Jó, akkor három közül az egyik biztos nem jön be. Merli Ismidu. Ismidu fog érkezni. Nem támadó középpályásnak. Ah, és srácok, nem akarok kikapni. Sőt, még döntetlen se akartam. De hát most nem tudok mit kezdeni ezzel. Sajnos. Ajajajajajaj. Eléred? Szörnyű. Most kéne elkezdenünk nekünk támadni, hogy most már mi tartsuk őket nyomás alatt, de egyelőre ez nem nagyon akar összejönni. Nem is azokra az emberekre vált, akikre kéne, ez is... nem vált úgy, ahogy kell megint. Labda is mindig feléjük pattan. Katasztrófa. Katasztrófa, kérem szépen. De nem is tudom, hogy kit tudnék behozni, aki akkor nagy segítség lenne. Áj, Istenem. Jó, még várunk. Nem? Na, gyerünk. Jó, most már eddig volt nektek gyereknap, most már... nem hagyjuk magunkat. Azaz. Azaz. Igen. Nem tudtam volna odaadni. Nem ment a lövés. Nem igaz, hogy kihozzák. És nincs kint. Szörnyű. Ez nagyon jó. És nem adja. Rám is csúsznak. Úristen. Vidd már onnan el. Hüha. Na jó. Félek, hogy megbánom. Jó. Gyorsak, őket meg nem kéne lehozni. Megnézzük, ennek így lesz-e értelme. Azaz. Azaz. Úristen! Jézusom! Na, itt van Brandon Williams.
Hát ennek így nem sok értelme volt. Nem kell a büntető, az biztos. Az idő nagyon ment ezzel, de kirúgás, az jó dolog. Williams. Gyerünk, gyerünk. Igen. Nincs kéz? Semmi? És ez is kirúgás. Hogyha még kéz is lett volna, az pukki lett volna. Aha. Látsam arra, akire kéne. Gyere, 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 gyere. Nem akartam lőni. Természetesen. Úristen, le fogja fújni. Ó, anyám. Na, ha az a büntető bemegy, legalább lett volna egy pontunk. A Brentford megnyert. Jézusom. Meg a Crystal is. Hát, nagyon semmilyen helyzetben vagyunk, srácok. Együtt nyerünk, együtt veszítünk, csak mostanában nem nyerünk. Thanks, that's all. Srácok. Szomorú vagyok nagyon. És ez a baj, itt a fél szezon, és nyilván az volt a célunk, hogy elkerüljük a kiesést, de én reménykedtem ilyen top 10-be, és valahogy még egy Európa Liga helyezés, vagy FA Kupa győzelemmel Európa Liga helyezés, hogy legyen valami nemzetközi szereplésünk, de hát ez esélytelen. Na azért már itt van lassan a fél szezon. Na, várjatok, itt vannak azért érdekességek. Na. Portugáliát el kell utasítjuk. De igazából mindegy, mit fognak ajánlani. Akármilyen válogatott, beleértve a magyart is. Jaj, majdnem elfogadtam. Nem. De itt a magyar is. Nem válaszolunk rá, nem. Jaj, ne! Vissza! Tomkinson, az ki? Ki ez a Tomkinson? 19 éves? Igen? Jó, ez a lényeg, menjen. Na nézzük, mi a helyzet. Úristen. Kiket hoznak ide? De nem kellnek ilyen championship-es játékosok. Mert tudja, hogy a 90%-uk az
az nem jó nekem. És a 10%-ért most a időt pazarolni, meg energiát, ahhoz nincs a kedvem. Hogy őszinte legyek. Ez tuti nem is jó. Begovic, de nem kell Begovic. Köszönjük. 20 éves, 57. Shortlisteltek, hogy hát ha valami nagyot fejlődsz, de... Nem hiszem. Taylor, Snodgrass, Jagielka, de durva, itt vannak. Még itt, pont múltkor beszélgettük, hogy megláttam Fletchert erről, ugye, hogy a jó kis régi Premier League alapjátékosok kiöregedve most itt vannak a Championship-be. Hosszabbítottak is. 21-54. Hát az nem kell, köszönöm. 19-64 az... Ja, de hosszabbítottak veled. 20-58. És hosszabbítottak veled. 21-62. Hát elrakom, de nem fog kelleni. Két nap ide, két nap. 25-66? Nem. Nem. Őt rakjuk izébe. Shortlistbe bizony. Barry nem kell. Úristen, jöhet. Két nap. Nem kell. Oda rakjuk, de szerintem nem fog kelleni. Szerintem ő se. Fox se. Vártak, közben láttam Welbecket, hogy az is kész van. Ő hova van rakva? Na, várjatok. Ó, hát itt is vannak. Shortlist. Shortlist. Sok arzenálos. Shortlist. Az igen. Jézusom, ezt valahogy meg kell szerezni. Ó, ne hosszabbítsanak veled, komolyan mondom. Raspadori. Úristen. Felipe Luis. Veled hosszabbítottak sajnos. De nem kell lesz. Átgondoljuk. Veled hosszabbítottak. Gólem, jó. Szala. Volt egy olyan játékos, nem régen. Olaszba vagy angolba focizott is. Ami repülőbalesetet szenvedett is, és meghalt.
szomorú volt, nem tudom hány éve volt, valamilyen Szalának hívták, ha jól tudom. És pont akkor igazolt át valami másik csapatba is. Na mindegy. Oké. Ő nem kell. Rincón se kell. Arslan se. Santon. Ő nem bal hátvéd. Jobb hátvéd. De már 30 éves, 72-es. Nem. Ospina. Consigli. Őt is rakjuk. Na, akkor itt lesz Welbeck. Ő érdekelne nagyon, na itt Chelsea-sek. Itt ezzel hosszabbítottak. Ő nem kell. Tosun. 30 éves vagy 73-as. Szerintem nem kell lesz, szerintem. Hosszabbítottak veled. Jó. Téged shortlistbe rakunk. Balló, veled hosszabbítottak. Te nem kell lesz. Shortlist. Vidra. Hát most még shortlistbe rakunk. Klein. Egyefene, de... Na jó, Welbecket csak azért, mert szeretem. Jó, és akkor meg is volnánk. Úgy, de rosszul állunk, és Wolverhampton 7-e, mondtam én, hogy erős a keretük. Bizony. Na de srácok, ennyit volna már, remélem, hogy tetszett, és innen fogjuk legközelebb folytatni. Sziasztok!